Idén-nyáron közel 7000 gyermek üdültetését tervezi megvalósítani a megyei közigazgatás. A napközis táborok kialakítására 82 oktatási intézményt fognak bevonni, és további 9 intézményben bentlakásos lesz a táborozás. A biztonsági előírások a hadiállapot idejére érvényes rendelkezések szerint lettek meghatározva. Működik a koordinációs stábunk, ide tartoznak a fogyasztóvédelmi szolgálat, az állami rendkívüli helyzetek szolgálatának, a rendőrségnek és minden illetékes szervnek a képviselői. Ők fogják felügyelni az előírt normák, higiéniai, egészségügyi, biztonsági és tűzvédelmi előírások betartását. Bármennyire is nehezek a mostani állapotok, a gyermekekről gondoskodni kell. Vannak olyan gyerekek, akik háború sújtott a régiókból jöttek, illetve a hazavédelme során életüket vesztett katonák gyermekei. Kárpátalján jelenleg közel 160 ezer gyermeket tartanak számon. 10% belföldi menekült státusszal rendelkezik, és további 23 ezeren nevelkednek szegény családokban. A testi és szellemi fogyatékkal élők száma megközelíti a 3 ezret. A megyei költségvetésből képtelenség ellátást biztosítani valamennyi kategória számára. A gyermekek nyári üdültetésére idén 3 millió hrivnyát különítettek el a megyében. A gyermekek nyári üdültetésére 2 millió hrivnyát szándékoztak fordítani. Viszont a napokban tartott tanácskozást követően a megyei katonai közigazgatás vezetője további 1 milliót utalt ki az üdültetési programra. Egy gyermek üdültetése átlagosan napi 460 és 1000 hrivnya közötti összegbe kerül. A kárpátaljai gyermekeknek ezen kívül lehetőségük van külföldi táborozásokban is részt venni, amit különféle támogatások révén valósítanak meg. Jelenleg a csoportok kialakításán dolgoznak, valamint a táborok pontos helyét és időpontját határozzák meg. Eddig számos nemzetközi alapítvánnyal folytattunk tárgyalásokat. Például egy lengyel jótékonysági szervezet 20 áttelepült gyermek számára biztosít üdülési lehetőséget. Tárgyaltunk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, akik 30 kárpátaljai és áttelepült gyermek számára biztosítanak helyet Magyarországon. Különféle nemzetközi szervezetek is jelentkeztek. Ezek feldolgozása folyamatban van. A megyei hatóságokhoz több megkeresés érkezik Ukrajna más megyéiből, ahonnan Kárpátaljára szeretnének küldeni gyerekeket üdülni. Az ilyen irányú tárgyalások és egyeztetések is folyamatban vannak. Az üdülési jegyeket továbbra is bárki szabadon megvásárolhatja.